A 2019-ben elindított Magyar Falu program célja, hogy a kormány fejlessze a vidéki kis települések infrastruktúráját, ezzel együtt pedig növelje azok népességmegtartó képességét. A program pályázati felhívásai három fő pilléren alapulnak, a mellékút hálózat rekonstrukciója, otthon teremtése a falusicsok segítségével, valamint olyan kisebb beruházások, amelyek a helyi szolgáltatások fejlesztését vagy újak megteremtését célozzák meg. Az elmúlt két évben országosan több mint 12 000 nyertes pályázatot hirdettek ki, amelyekből megyénk falvai is rengeteget profitáltak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon jól áll a országosan is a pályázati források lehívásával. A program indulásától kezdődően, azaz tavaly évelején óta összesen az egész országban nagyjából 130 milliárd forint támogatást ítéltünk oda ilyen pályázatokra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a program indulása óta, tehát ugyanebben az időszakban összesen 12 milliárd forint jutott fejlesztési támogatás ebből a 130 milliárd forintból, azaz majdnem az országos forrásnak a 10%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jutott. A legújabb pályázati kiírások eredményeit néhány napja tették közé. A megyébe belterületi kerékpárutak kialakítására érkezett a legnagyobb összeg, mintegy 700 millió forint. Emellett faluházak kialakításához 400 millió, temetők fejlesztéséhez pedig közel 300 millió forinttal járult hozzá az állam, de népszerű volt az óvodai iskolai tornatermek és tornaszobák felújítására kiírt pályázat is. A Magyar Falu program a jövő évben is folytatódik, ráadásul az eddiginél is nagyobb keretösszeggel. A program indulásakor 2019-ben 150 milliárd forint állt rendelkezésre a Magyar Falu programra. Az idei évben ez meghaladta 200 milliárd forintot, és látjuk már a jövő évi költségvetés tartalmazza ezeket az összegeket, és látjuk, hogy a jövő évben 250 milliárd forintot is meghaladhatja a Magyar Falu programra elküldhető forrástömeg. Itt egészen biztos, hogy lesznek olyan a programok, olyan elemek, amelyek bővülni fognak. Egyrészt jó eséllyel bővülhet a falusicsokban érintett települések köre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 214 olyan település van, amely 5000 lélekszám alatti, azaz mondjuk úgy, hogy a Magyar Falu program körébe tartozhat. Ebből azonban csak idézőben tényleg csak 206 falusicsok, és azaz van 8 olyan település, amely bár 5000 alatti, de nem falusicsokban érintett. A cél pedig az, hogy a maradék települések is ebbe a kategóriába tartozzanak. A kormány biztos emellett elmondta, egészen biztosan bővülni fog az állami utalap összege, így a korábbiaknál is több mellékút újulhat meg. Az elmúlt két évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 46 szakaszon közel 100 kilométernyi út felújítása történt meg. Nagyobb forrás juthat majd emellett a következő évtől járdafelújításra, valamint lesz egy új alprogram is, ami a nehéz helyzetben lévő kisboltok támogatását célozza meg.